A Márton napjához fűződő szokások és hiedelmek a magyar néphagyomány szerves részét képezik. A legenda szerint Szent Márton a római birodalom Pannonia tartományának Szavária nevű városában, mai Szombathelyen látta meg a napvilágot 316-ban vagy 17-ben egy római légionárius százados fiaként. A római császár katonájaként szolgáló Márton a franciaországi Amiens városban egy hideg téli estén odaadta meleg köpenyének felét egy nélkülöző koldúsnak. Aznap éjszaka álmában megjelent Jézus egy koldús alakjában. Innentől kezdve nem a hadsereget, hanem Istent szolgálta, megkeresztelkedett. Misszionáriusként sok jót cselekedett. Jóságáról még életében legendák keringtek, püspökké akarták szentelni. A monda szerint, amikor ennek hírét vette, az érte jövő küldöttek elől nagy alázatosságában a ludak ójába bújt. A szárnyasok azonban gágogásukkal, szárnyuk verdesésével óriási zaj csaptak, így elárulva Márton rejtek helyét. Mártont 371-ben püspökké szentelték. Szent Márton november 11-én halt meg 397-ben. A Mártonnapi Liba lakomáról szóló első írásos beszámoló 1171-ből származik. Akkoriban ez inkább azzal volt kapcsolatba hozható, hogy Szent Márton napja jelentette a paraszti év végét, ilyenkor zárták le az éves gazdasági munkákat, kezdetét vette a természet téli pihenő időszaka. A cselédek ilyenkor kapták meg évi bérüket, és hozzá ráadásként egy libát, mert a szárnyasok nyáron felduzzadt hadát a tél beállta előtt meg kellett tizedelni. E napon kóstolták meg az új bort, és vágták le először a tömött libákat. Valaha ilyenkor kora este a gyerekek lehetőleg saját maguk által készített lámpácskákkal énekelve sétáltak az utcán. Ezt a szokást szeretnénk ápolni óvodánkban is. A szülőkkel közösen készítünk lámpásokat, amikkel kivonulunk az óvoda udvarára, és a tűz köré állva elmondjuk libás verseinket, libás dalokat énekelünk. Egyél libán, egyél már, tiszta napot lemegy már, két hirtájban, nyolc órára, esti harang szóra, hip hop. Rincel utca vagy hiba, jöjjenek a lakziba, és kanalat hozzanak, hogy éhen ne halljanak. Ha jönnek, lesznek, ha hoznak, esznek. Még azt nem is mondtuk, hogy rincel. A madár mind aludt, nem jelnék így gyalogú. Télben nyáron mezik lát, ki méri a csizmát. Ti és Iván beljed rakni, haza menjünk tüzet rakni. Estére, vacsorára, mágos csinkot főzni. Egyél Iván, egyél már, nézd a napot, lemegy már. Oh,
nyáron, elveszett a vásáron. Vártam, majd csak hazajön. Arra felköszön, de nem jött a betyár, tepsibe maradt után. Aki bejött a három, keresse meg Konárom. Akkor még azt mondjuk el utoljára, utána teszünk egy nagy köt. Novemberben Márton napján Liba Gábor ír a pályán. Aki libát nem eszik, egész évet éhezik. És most körbejárunk, jó? Gyertek! Közös ünneplésen libazsíros kenyeret is fogyasztunk lilahagymával, bor helyett pedig finom gyümölcsteát fogyasztunk.